Sziasztok! A mai videóban egy rendhagyó témával készültünk nektek. Sokatokban felmerülhetett már a kérdés, hogy vajon mi is az a hipnózis, és hogyan működik. Hogy kicsit közelebb kerüljünk a válaszhoz, nézzük, mit mond a szakirodalom. A hipnózis megváltozott tudatállapotban történő önismereti munkát jelent, melyben hozzáférhetővé válnak olyan rejtett képességek, elfeledett emlékek, amelyek hozzásegíthetnek minket problémáink gyökerének megismeréséhez, megoldásához. Biztos ti is ismertek olyan embereket, akik hisznek a hipnózisban, de olyanokat is, akik szerint az egész egy nagy butaság. Ti melyik csoportba tartoztok? Esetleg estetek már hipnózis állapotába? Írjátok meg kommentben! Érdemes különbséget tennünk továbbá jól, kevésbé jól, vagy éppen egyáltalán nem hipnotizálható emberek között. A mai videóból megtudhatjátok, hogy ti melyik kategóriába tartoztok. A következő pár percben 15 kérdést fogtok hallani, melyek ha igazak rátok, adjatok magatoknak 4 pontot, ha nem, akkor 0-át. A teszt végén megtudhatjátok, hogy az általatok összegyűjtött pontszám alapján mennyire lennétek jó hipnózis alanyok. Ha újak vagytok a csatornán, akkor mindenképp iratkozzatok fel, ha pedig az első között szeretnétek értesülni az új videókról, akkor kattintsatok a feliratkozás gomb melletti harangikonra is. Jöjjenek a kérdések! Volt már rá példa, hogy azon gondolkodtál, milyen lehet egy másik személy bőrében lenni, milyen lenne, ha te lennél ő? Ha visszamehetnél a múltba, megtennéd? Szigorú diétán vagy, és nagyon unatkozol. Tudod, hogy a hűtőben van egy finom szelet torta. Engedsz a kísértésnek? Gyakran előfordul veled, hogy már azelőtt tudod, mit fog mondani egy másik személy, mielőtt még belekezdene a mondandójába? Vészhelyzetben könnyen bepánikolsz? Erős érzelmeket váltanak ki belőled a könyvek és a filmek? Szoktál magadban beszélni? Ha egy számodra közeli személy sírni kezd, az téged is érzékenyen érint? Volt már rá példa, hogy vezetés vagy gyaloglás közben elhagytad az úti célodat, mert elkalandoztál, milyen a gondolataidba merültél? Ha valaki ásít a szobában, akkor te is ásítozni kezdesz? Gyakran álmodozol? Gondolj életed egy emlékezetes pillanatára. Képes vagy tisztán és élénken feleleveníteni a képsorokat a fejedben? Előfordult már veled, hogy alva jártál? Jó vagy a komputer és kártyajátékokban? Ha valami szépet látsz vagy hallasz, gyakran tölt el melegség, egyfajta belső bizsergés? Ezzel a kérdések végére értünk. Ha tetszett a videó, nyomjatok egy Várjunk csak! A lényeg lemaradt. Összesítsétek a pontjaitokat és nézzük az eredményeket. Ha 44 vagy annál több pontot értetek el, akkor élénk a fantáziátok, könnyen el tudtok lazulni. Ezáltal tökéletes hipnózis alanyok lennétek. Ha 20 vagy annál több, de 44-nél kevesebb pontot értetek el, akkor bennetek is ott rejlik a képesség, hogy hipnotikus állapotba kerüljetek, viszont ehhez le kell győznötök a valósághoz való ragaszkodás akaratát. Ha 20-nál kevesebb pontot értetek el, akkor ti feltehetően nem hisztek a hipnózis erejében, nehezen adjátok fel az irányítást önmagatok felett. Na de most már tényleg a videó végére értünk. Ha tetszett, nyomjatok egy lájkot és írjátok meg kommentben, ti hány pontot értetek el. Ennyi volt mára, találkozunk a következő videóban. Na sziasztok!